Karate Európa bajnokság kezdődik holnap Kolozsváron. Az eseményeknek az új sportcsarnokad otthont április 6-a és 9-e között 26 ország több mint 1800 karatésának a jelenlétével. A 9. Európa bajnokságon 55 országos szövetség képviseli magát, 98 bíró és 190 edző részvételével. A bajnokság holnap csütörtökön reggel 9 órakor rajtól, de a hivatalos megnyitó 7-én pénteken este 6:30-tól lesz. Szombaton a gyerekek és a mini kadettek selejtezőit és döntőit tartják 8 órai kezdettel, majd vasárnap kerül sor a többi korosztályos fináléra és a speciális kategóriák küzdelmeire. Vasárnap délelőtt 10:30-től a stúdiónk élőben közvetíti a döntős eseményeket, és tudni kell azt is, hogy a belépés ingyenes. Hát az előbbi képsorokon nem csak egy helyes kisfiút láthattak a nézőink, hanem egyben egy kétszeres karaté világbajnokot, Kudor Adorjánt, akit most itt köszöntök a stúdióban, kedves édesanyjával, Kudor Évával együtt. Jó napot kívánok, szervusz! Jó napot kívánok! Hát gratulálunk az eddigi eredményeidhez. Mi eddig nem sokat beszéltünk rólad, vagy lehet, hogy egyáltalán, úgyhogy most pótolni fogjuk, és nagyon. Hol is szerezted ezeket a világbajnoki címeket? A világbajnoki címeket Dublinból szereztem, a Európai Bajnokságon, igen. Az országos bajnokságon. Az országos bajnokságon. Azt elfelejtettem mondani, hogy te is részt veszel ezen a kolozsvári Európa bajnokságon. Ez egy kisebb méretű ezek szerint. Kisebb méretű. Úgyhogy ez már nem tét számodra, hogy itt is jeleskedj? De ez is volt. Ez is fontos. Gyűjteni az érmeket. Mondd el, légy szíves, hogy mikor kezdtél karatézni? 5 évesen kezdtem karatézni. 5 évesen? Most 10 éves vagy? 11. 11, bocsáss meg. Isten éltessen sokáig. Miért választottad ezt a sportot? Vagy te választottad? Vagy kinek a sugallatára történt? Egyszer a nagybátyám elvitt karatézni, és nekem megtetszett, és aztán mentem többször is karatéra. És mi az, ami megtetszett benne? Minden, úgy. Amit kell csináljak ott, és... Egy küzdősport, megvan a maga külön öltözete. Mit szóltak a szülők ehhez a választáshoz? Hát mi nagyon támogattuk. Igen? És büszkék vagyunk rá, hogy ilyen eredményt ért el. Azt elhiszem. Nagyon sok munka van ennek a háta mögött. Heti 3 edzés, 4 edzés. Amellett még minden héten fel kell készülni egyébből is, nem csak magas a karaté, hanem a testünket is kell mellette edzük. És jól halad. Tehát, hogy nagyon támogatták benne az ő részéről, Adorján részéről nagyon sok munka van benne, igen. Viszont a szülőknek is feladat egyfolytában. Feladat, és nálunk anyagi, mert mi kell előtted mindenhova elvigyük. Tehát, hogy ez anyagi vonzata is van. Igen. Hiába gondoljuk azt, hogy nincs semmi külön eszköz, sport. Sajnos, hogy nem, a szülők állják legtöbbét. Tehát a sok utazást, igen. Az ott létet, a szállást gondolom. Mindent. És ez akkor most már 6 éve történik. 6 éve történik, nem tartottak igen. Attól, hogy a tanulás rovására mehet? Nem, mert sokkal jobban oda kell figyeljen, és sokkal jobban be kell tudja osztani a kis idejét, mert tudja, hogy nincs meg a lecke, nem megyünk edzésre, és akármit megtesz, csak érjen el edzésre. Ez biztos, hogy a kettő együtt jár, tehát hogy igen. Nagyon kell szeretni. Nagyon az, hogy odafigyel, nagyon kell koncentrálni erre is, arra is. És akkor a suliban is rendben tudsz lenni. Légy szíves, mesélj egy kicsit arról, hogy ki az edződ, milyen klubban edzel, és hogy működik. Az edzőm Drágoskocsi Siú, a Poli Karate Klubnál edzek. És heti 3-szor, ahogy hallottak, és akkor ott van az a sok verseny. Igen. Mesélj egy kicsit az elkövetkező napokról, hogy mikor veszel részt, milyen küzdelmekben. Szombaton veszek részt, Katára és Kumitéra. Hát ezek úgy nekünk. És csapatos kumitéra is. És csapatos kumité. Igen. Tehát ez a sportkarate, amiről mi beszélünk. Igen. Ez egy küzdősport. Igen. Ilyen értelemben hogy működik? Hogy tekintenek rád az iskolástársaid, barátok? Rendesen. Nem. Tudják, ez a sport nem olyan, hogy erősen ütünk és ilyenek. Itt kell ilyen a kontroll, hogy ne üssünk erősen. Mert ez nem azért van, hogy üssünk meg a másikat, hanem védekezzünk. Védekezés, önfegyelem. Tehát védekezés. Inkább védekezés, sem megy ki, nem az, hogy bántsad az ellenfeledet. Tudod, igen. Hogy kivel fogsz majd megmérkőzni? Azt nem tudom. Nem lehet előre nem tudni? Nem lehet előre tudni. És mit vársz el ettől a mostani bajnokságtól, hogy gondolod? Hogy nyerjek valamit, hogy nem muszáj első hely legyen, csak érjek el valamit.
És mi lesz a következő? Hova készülsz majd azután? A következő nagy verseny az azt hiszem a világbajnokság lesz. A következő világbajnokság. Igen. Miről lehet tudni, hogy hol tartják, és mikor lesz? Azt hiszem, hogy Olaszország. Olaszországban, Monte Cassinében lesz, októberben. És ilyenkor el szokták kísérni? Igen, az apuka vitt el Dublinba is. Igen. Szóval, kísérjük. Hogy van ennek sok, sok rétű vonzata egy ilyen életmódnak. Milyen változást látott a fián, amióta ezt a sportot komolyan űzi? Ha látott, hát kérdezem. Igen. Sokkal hamarabb felnőtt, mint más gyermek, én úgy vettem észre. Jobban meg kell fontolja, hogy mit csinál. Sokkal jobban. És meg is tudja. És igen. Hogy erre is nevelik. Hát igen. Neveljük. És hogyan viszonyulnak mondjuk az iskolában a tanárok, az iskola vezetés ehhez az életmódhoz, mert azért bizonyára, hogy hiányoznia is kell az iskolában. Hát azért nem sokat hiányzik. Nem sokat? Mondjuk egy pénteki nap, két pénteki nap, amit tudom én, egész évben ennyit hiányzott. Nem, amennyiből tudunk, úgy osszuk be, hogy ne hiányozzunk. Na, amikor Dublinban volt, akkor hiányzott egy hetet, de Székely Árpád igazgató úr nagyon jól megértett. Minek, hogy magyarázzák, mivel magyarázzák ezt a fantasztikus sikert, amit elért eddig a Dorján? Szerintem csak a munkája, a tehetség. Te hogy érzed? Miért lettél ilyen jó a karatéban? Szerintem is, hogy azért, mert sokat dolgoztam, és hallgattam tehát, az edzőmre. Sokat edzettél. Igen. És kitartottál. Hát további sok sikert kívánunk akkor, köszönjük. És reméljük, szépen, hogy láthatjuk köszönjük majd szépen. Szombaton ezek szerint az Európa-bajnokságon, amely most Kolozsváron zajlik. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi is köszönjük.